Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Nagy fogás van ma, Orvos Tóth Noémi a vendégem még egyszer, mert egyszer már volt sok-sok évvel ezelőtt, akkor, amikor az örökölt sorsok, amikor a transzgenerációs traumákkal foglalkozó könyve berobbant a köztudatba, ennek most már 5 éve, ha jól számolom, ugye? Akkor volt az én vendégem, és hát azóta sem szűnt meg divatos szerző lenni, mert azóta megtanított bennünket, hogy hogy vagyunk szabadok, hogyha akarjuk, egy másik könyvvel, az is nem kevésbé sikeres volt, és miután a termék megjelenítéssel hozzásegítettem önöket, hogy tudják, hogy kiről is beszélünk, hogyha a névről nem ugrott volna be, azért kértem ide Noémit, hogy tegyen helyre valamit, ami nekem az utóbbi időben erősen szemet szúr. Nem tudom, hogy önök is így vannak ezzel. Nevezetesen, hogy nagyon erőteljesen megtanultuk azt, hogy hogyan szeressük saját magunkat. Tehát az összes önsegítő könyv és előadás ezekkel a csarnok trénerekkel, vagy stadion trénerekkel, én így hívom azokat, akik jó pénzért másfél nap alatt helyrehozzák a pszichéjét, és sikerembert varázsolnak az amúgy félszegés a világgal és önmagukkal problémákban lévő emberekből, ha befizetnek 10-25 ezer forintot, és akkor azok úgy érzik, hogy velük valami történt, de nekem az az elképzelésem, vagy legalábbis akivel találkoztam, azok nem hosszú távon oldották meg azért az életüket, de tanulni mindenképpen azt tanuljuk ezektől, a prédikátoroktól is, meg az önsegítő könyvektől is, hogy segítsünk magunknak, hogy szeressük magunkat, hogy fogadjuk el magunkat. Na most ez 25-30 évvel ezelőtt, amikor Magyarországon megjelent például a Cosmopolitannek a magyar kiadása, és annak egy ilyen felfogása volt, hogy a nőkből egy ilyen talpra esett, épeszű, magáért felelő hegyke, normális hétköznapi lényeket, akik a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek. Amikor ezt 30 évvel ezelőtt csinálták, ennek szerintem erőteljesebb terepe volt. Most az utóbbi időben én azt tapasztalom, az utóbbi időn és de az elmúlt 5-6 évet, olyan mértékben erősödött föl ez az önismeret iránti igény, és ezeknek a bot csinálta kollégáidnak a tanításai, hogy én azt gondolom, hogy sikerült átnavigálni magunkat a ló túlsó oldalára. Ez egy ilyen rossz indulatú, öregasszonyos feltételezés, vagy van ebbe valami? Én azt gondolom, hogy amikor a szorongás nő, akkor megnő az igény a válaszokra, hogy miért szorongok, mi van velem, hogyan lehetne ettől megszabadulni, és ezzel az igény növekedéssel persze megjelennek azok is, akik igyekeznek kiszolgálni itt ezt az igényt, és mivel ők bátran mondanak megoldásokat, nem úgy, mint a pszichológus, aki inkább kérdez, és nem megoldásokat mond, ezért sokaknak úgy tűnik, hogy hát na ez lesz a megoldás. Igen, ezeken a gyors talpaló hétvégéken majd megoldódik az életem. Én nem láttam még olyan módszert, nem találkoztam még olyan módszerrel, ami néhány alkalomban vagy néhány óra alatt alapvető személyiségbeli változáshoz tudott volna bárkit segíteni. Szóval, hogy katarzishoz igen. Sokszor az is nagyon felszabadító tud lenni, hogy elmegyek, és akkor hallok egy olyan mondatot, ami nagyon szíven üt, amitől nem tudom én, elered a könnyem, és az biztos, hogy akár el is indíthat egy folyamatot, meg hát azért arról is szó van ezekben a nagy tömegekben, hogy azért van a tömegnek egy ilyen nagyon erős hatása, olyan energiák mozdulnak meg. Ja, erre nem is gondoltam soha, hogy eleve az, hogy együtt élnek meg valamit, igen, meg kapnak valami élettapasztalatot az arcukban mondjuk 9000-en, akkor ettől ez önmagában is hatásos. Igen, ezt nem jutott eszembe. Igen, szóval hogy ez lehet egy ilyen belépő, egy mélyebb önismereti munka irányába, mert egyébként én azt gondolom, hogy önmagunkkal foglalkozni, és nem csak az automatizmusainkat vinni egész életünkön keresztül, hanem ránézni, hogy miért is gondolkodom úgy, miért reagálok úgy, miért nem tudok nyitni valaki felé, miért vannak folyamatosan visszatérő, nagyon hasonló mintázatú konfliktusok az életemben, hogy ezekre ránézni az egy jó dolog, szerintem azt nem lehet kétségbe vonni. Szóval, hogy mégiscsak van valahol helye ennek a pszichológiának, de a tudománynak, és nem pedig az üres lózungoknak. Akkor ezzel most megoldottad, hogy nem fognak engem megölni itt a Heti TV kapujában,
azok, akiknek nem mondom ki a nevét, de azért önök ismerik a neveket, vagy nem tudom. Szóval, hogy igazából a kérdés lényege pedig az volt, hogy a fókusz, és most nem a sarlatánokról beszélek, hanem a valóságos pszichológusoktól, ról, és azoknak az önsegítő könyveknek a szerzőiről, akik azt mondják, hogy nem csak, hogy foglalkozz magaddal, hanem szeresd magad, fogadd el magad, minden a legnagyobb rendben van veled, miközben az embereknek szép lassan, hogy mondjam, a felelősségét elmossák, a saját felelősségét, arról megtanítanak bennünket, vagy megtanítotok minket az önbecsülésre, az önelfogadásra, az önértékelésre, de például az önfegyelemre nem, arról egy rohadt szó nincsen. Az önfeladásnak arról részéről, amikor én valakit a családomból segítenem kell, és azért háttérbe húzom a saját érdekeimet, erről rohadt szó nincsen. Tehát, hogy ezt akartam mondani, hogy nem lehet-e, mikor kérdeztem, hogy ló túlsó oldala, azzal erre céloztam, hogy nem lehet, hogy annyira a saját fókuszunkba kerülünk, hogy a külvilág megrohadhat tőlünk, hogy durván fejezzem ki magam. Teljesen egyetértek, hogy nagyon beszűkült a fókusz az énre. Neked mi jár, te hogy érezd jól magad, te hogy védd a határaidat, és elfelejtődik az, hogy az ember alapvetően kapcsolati lény. Kapcsolatokban létezünk, az kell ahhoz, hogy én egyáltalán definiálni tudjam azt, hogy én ki vagyok, ahhoz mindig kell egy másik ember, vagy kellenek mások, mert rajtuk keresztül tudom önmagamat megélni. És hogyha folyamatosan csak azon gondolkodom, hogy én önmagamat hogyan tudom jobban fejleszteni, a saját érdekeimet, szükségleteimet előtérbe helyezni, akkor a serpenyőnek csak az egyik oldalával törődöm, de mellé kell rakni mindig a másikat, hogy miközben önmagad elfogadod, ez azzal is együtt jár, hogy a másikat is meg kell tanulni elfogadni. Miközben a saját szükségleteid fontossá válnak, közben muszáj, hogy a másikra is tudj ugyanígy ilyen nyitottsággal figyelni, mint ahogy azt szeretnéd, hogy mások így figyeljenek rád. Szóval, hogy egy picit azt gondolom, hogy így a másikat is mindig be kell vonni magunk mellé. Amikor önmagamon gondolkodom, akkor rögtön azon is gondolkodom, hogy másokhoz én hogyan viszonyulok, másoknak hogyan tudok segíteni. Szóval, hogy nem lehet leválasztani az egyénről a környezetét. Mert egyébként, hogyha belegondolsz, az életünk az együttben kezdődik. Szóval mindannyiunknak a zsigeri élménye az, hogy nem vagyok egyedül. Hogy ott dobog egy másik szív, annak hallom a ritmusát, benne mozgok egy másik emberben, az édesanyámban, és hogy amikor megszületünk, az egy nagy-nagy trauma, az a kiszakadás a miből. És meg kell tanulnunk persze az önálló életet is, az autonómiát, ki kell alakítani a saját egyéniségünket, megformálni a személyiségünket, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy ez a személyiség akkor fog jól működni, amikor ebben a miben is jól tud működni, amikor vissza tud találni. És ez a visszatalálás sokszor nem egyszerű. Mert azt mondom, könnyű azt mondani, hogy engem megsértettek, megbántottak, tőlem kérjenek elnézést, rám figyeljenek. De időnként pedig arra van szükség, hogy én ezeket a dacos ellenállásaimat megértsem, és tudjak velük bánni, és ezeket, ha szükséges, le tudjam bontani, annak érdekében, hogy a kapcsolat újra ki tudjon alakulni. Igen, de a dacos ellenállásra persze egy csomószor szükség van ahhoz, hogy a külvilággal szemben magamat meg tudjam védeni. A külvilág persze a más emberektől kapott negatív hatást. A higgadt határvédelemre van szükség. Higgadt határvédelem, ez nagyon jó. Igen, tehát, hogy nem a dacos ellenállásra, mert abba egy ilyen agressziót érzek én, és közben lehet úgy megérteni. Az életed nem kell egy kis agresszió? Határozottság szerintem. Mi választja az agressziót a határozottságtól? Az agresszióban benne van a másik bántása. A másik sértése. A határozottságban ott az önmagam védelme, a saját szempontomnak a védelme. Az evolúció mit diktált nekünk, Noémi? Ez egy nagy kérdés, hogy az ember eredendően agresszíve vagy sem. Azért én egyszer volt szerencsém eljutni Balira. Az összes növényevőnek már annyi végzősége. Azt mondod, hogy a világ kegyetlen, és törtetni kell. Szóval, hogy egyszer volt szerencsém eljutni Balira, és én azt soha nem felejtem el, az egy annyira
hihetetlen mélyen hatott rám az az élmény, ahogy ott, ugye az emberi itt megszokta, és azt gondoljuk, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha nem tudom én, rád valamit vétesz így a közlekedési helyzetben, rád dudálnak, és akkor már ordítanak. És akkor ott aztán az összes felmenőd meg van említve, és agresszívek vagyunk, és hogyha valaki nem úgy viselkedik, ami nekünk éppen aktuálisan az érdekünket szolgálja, akkor aztán rögtön minden gát elszakad. És ahogy ott közlekedtünk, ugyanúgy dudáltak, csak nagy különbség volt. Ott nem arról szólt, hogy a te felmenőd az ki volt, és nem tudom én, azt emlegették fel, hanem jelezték, hogy vigyázz, mert én is belépek a kereszteződésbe. És ez egy egészen más viszonyulás a körülöttem élő emberekhez. És ott így azt gondoltam, hogy hát nekem az volt az elképzelésem, hogy az emberek agresszívek, igen, és feszültség nélkül nem lehet élni, és ott pedig belecsöppentem egy olyan kultúrába, ahol azt éltem meg, hogy van egy ilyen végtelen nyitottság. Megkérdeztem például a taxist egy ponton, hogy meséljen már el nekem, hogy itt milyenek az itteni házasságok. Mert hogy azért mi ott Európában azt tapasztaljuk, hogy ezek ilyen konfliktussal telített kapcsolati helyzetek. És akkor azt mondta, hát nálunk ugyanúgy vannak konfliktusok. Higgy el, ugyanúgy. Azt mondja, de én is emlékszem, például 10 évvel ezelőtt, és akkor tudod így, majdnem elnevettem magam, hogy az ő emlékében nem a tegnapi konfliktus volt a feleségében, hanem egyszer volt 10 évvel ezelőtt egy konfliktus helyzet, érezte, hogy elkezdenek egymástól eltávolodni, elmentek a gyógyítóhoz, aki tanácsolt nekik, nem tudom én, ilyen-olyan rituálékat, és mondom, működött, azóta semmi baj. Hát ez fantasztikus. Tudod, szóval, igen. Hogy... Jó. De, igen, szóval, figyelj, hogy én azt gondolom, hogy gyönyörű környezet, ha nem csinál semmit, akkor is tud enni, mert gyümölcsöket kínál. Ez a mi feltételezésünk egyébként. Nem gondolom, hogy... Nincs. Inkább a közösségek működnek máshogy, tudod? Ha nem okoskodnék ez ügyben. Szóval, hogy a gyereket például nagyon sokáig nem teszik le a karukból, hogy így ölelik. Én annyi férfit például gyerekkel a karján sehol nem láttam a világban, mint ott. Így fogják a gyermekeket férfiak. Tehát jelen vannak, kapcsolódnak, érintenek. Ezek ilyen olyan alapélmények, amik ahhoz kellenek, hogy én jól legyek, ugye arról beszéltünk, hogy önbizalom, hogy miért olyan nehéz, vagy miért gondoljuk azt, hogy lehetetlen mondjuk egy hétvégi önbizalom tréningen keresztül megszerezni, visszanyerni az önbizalmat, mert hogy az nagyon az élet elején indul, az az élmény. 9 hónapig kell karba lenni ahhoz. Hát legalábbis szeretve kell lenni, igen, cirógatva, jól szeretve, odafigyelve, tudod, az a biztonság élményéből indul az önbecsülés élménye, hogy értéknek tartom magam, mert valaki értéknek tartott, és aztán ebből nő ki az önbizalom érzése, ami meg a képességeimbe vetett hitet jelenti. És itt minden mindennel összefügg. Tehát, hogy kellenek ezek a nagyon testi élmények ahhoz, hogy aztán én jól tudjak lenni az életemben. De általában a babalétnél ott még nincsen semmi baj, nem? Mert a kis babákkal mindenki ösztönösen jól bánik, akiknek vannak szülei, és nem intézetbe nőnek föl azért. Igyekeznek ösztönösen, tehát én azt gondolom, hogy aki így, és tényleg nem arról beszélünk, amikor ilyen nagyon súlyosan traumatizáló a környezet, és szeretetképtelen a szülő, mert azért ilyen van, ugye? Mi mindannyian a szeretet lehetőségével, de nem a képességével születünk. Azt meg kell tanulni. Hogyan? Hát nem tapasztalatokon keresztül tanuljuk a szeretetet. A szeretve levés élménye tesz majd képessé arra, hogy jól szeresse. És ugye, amikor azt mondjuk, hogy szeretet, akkor mindenki azt gondolja, hát igen, féltem, meg aggódom érte, meg ragaszkodom hozzá, de a jól szeretés az lenne a lényeg. Ami pedig arról szól, hogy amikor a gyerekemmel együtt vagyok, akkor tudok ráhangolódni. Az nem megy automatikusan. Tehát az a gyerekvállalás biológiai része, és az jó szülővé, jól szerető szülővé válás pszichológiai része, az sokszor elválik egymástól, vagy nem feltétlen kapcsolódik egymásba. Szóval, hogy nagyon, mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk az édesanyja vagy a szülők tele vannak szorongással, egzisztenciális szorongással, tele vannak olyan
élménnyel, hogy ők mondjuk nem képesek megállni a helyüket, én nem fogom tudni megnyugtatni a gyerekemet, akkor amikor kialakul egy olyan helyzet, hogy sír a gyerek és meg kellene nyugtatnom, akkor én, ha nem a higgadtságot, nem a nyugalmamat viszem be, hanem a szorongásomat, akkor ez a jól szeretés már csorbát szenved. Aki a legnagyobb jó indulat mellett is. Mondani, hogy aki már maradt egyedül a csecsemőjével hirtelen egy pillanatra, az már érezte azt, hogy úristen, ez meg fog halni a kezem, hogy mit csinálok, miközben a csecsemő feltehetőleg nem fog meghalni. De van, akinél ez elmúlik, tudod? Tehát, hogy így jön egy pillanat, ha Isten megrémülök, de egyébként higgadt tudok lenni, vissza tudok találni a nyugalmi állapotba, akkor oké. Mert ugye az ember az tudod ilyen, hogy közel vagyunk egymáshoz, aztán eltávolodunk. Harmóniában vagyunk, aztán összevitatkozunk. A kérdés az, hogy van-e reparációs törekvésem, tehát, hogy vágyam arra, hogy rendezzem a kapcsolatot, képességem, hogy ezt megtegyem. A diszkomfortot mindenki utálja, tehát reparálni mindenki akar, ha valamit úgy érez, hogy nem stimmelnek a dolgok. Az, hogy ezt hogy lehet rendbe hozni, erre meg mindenkinek külön receptje van, és hát nem mindegyik jön be. Ahogy látjuk az életet. Igen. Visszatérve arra, hogy egyébként azok a gyerekek, akiket nem jól szeretnek gyerekkorukban, azokból lesznek az önbizalom hiányosok, hogyha nem kaptak, ha nem kezelték őket kellően királyfinak, meg királylánynak babakorukba, akkor lesz belőlük önbizalom hiányos. Hogyha baromira királyfinak és királylánynak kezeltük őket, akkor meg lesz belőlük narcisztikus szörnyeteg. Hogy lehet belőni a középutat, hogy ne legyen se ez, se az? Tudom, most a narcisztikust hagyjuk, mert már használtam egy szakkifejezést, amit biztos rosszul használtam, de már mindenki használja, úgyhogy minden esetre egy olyan szörnyeteg lesz belőlük, aki átgázol mindenkin, és akinek örökké dicséretre és elismerésre van szüksége, és különben boldogtalan. Tehát körülbelül ez a hétköznapi tudatban ez fedi le a narcisztikus személyiségjegyet. Ezzel a túl dicséréssel is el lehet érni, igen, amikor folyamatosan azt éli meg, hogy ő mennyire nagyszerű, mert ezzel ugye elveszem a lehetőséget attól, hogy másokra is figyeljen, de ha a gyerekem, mert nem úgy, de gyerekemre nem úgy tekintek, mint önálló lényre, hanem az én szükségleteimnek a kielégítőjére, és felfedezek benne valamit, ami az én egómnak jó, mert olyan szép, vagy mert olyan ügyes. És akkor ezt kezdem el kiemelni, és erre figyelek, és egyébként pedig az ő szorongásaival, fájdalmaival, problémáival nem vagyok hajlandó foglalkozni, mert akkor elzárkozom, ugyan már hagyd ezt abba, akkor is könnyen kialakulhat egy ilyen narcisztikus személyiségszerkezet. Mert hogy ha én nem reflektálok a gyerekem gyengességére, hogyha az nem érdekel, hogyha azt így zavarónak gondolom, ezt most már hagyd abba, akkor ő elkezdi szégyelni magát. És akkor e köré, a szégyen köré épül fel ez a kicsit túlhajtott én, egy túlbújjánzó. Saját pszichés rendellenességeinket nyomjuk rá a gyerekeinkre, és eljutunk az öröklött sorsokhoz. Hát, ez általában így meg tud történni. Abban az esetben, hogyha nem figyelünk magunkra, és én ezért mondom, hogy az, hogy most egyre önkontroll, többet beszélünk... Erre nem tanítotok bennünket mostanában. Önfegyelem, önkontroll nem hangzik el soha sehol. És hogyan kell fegyelmezni saját magamat, hogy ne úgy szóljak vissza, hogy ne úgy bánjak a gyerekemmel, hogy ne úgy bánjak a férjemmel, ahogy egyébként nekem csuklóból jönne, hanem próbáljam megnézni magamat kívülről, annik, hogy megbudjannék. Igen. Ez az érzelmi önszabályozásnak a témaköre, amivel kapcsolatosan egyébként születtek ragyogó könyvek, mert ugye azt látjuk, hogy generációról generációra nagy hiány van abból, hogy képesek legyünk a saját érzelmeinket megfelelő mederbe terelni. Tehát, hogy amikor nagyon mélyen vagyok, akkor tudjam magam felhúzni, amikor nagyon feszült vagyok, akkor tudjam csökkenteni a feszültségemet, és mondjuk, amikor meg arra van szükség, akkor tudjam jól is érezni magam, tehát, hogy képes legyek az örömre is, a felszabadultságra, a játékosságra. Na, ezt hogy kell? Milyen potmétert kell tolni magamba, hogy képes legyek a játékosságra, hogy kilépjek abból a rettenetes hangulatomból, ami egyébként van, akár a világ, akár valami személyes bántás miatt. Tehát, hogy
Van egy csomó dolog, ami meghatározza a hétköznapjainkat, és amire Magyarországon nem úgy reagálunk, mint Balin. Nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy az érzelmi állapot, amiben éppen vagyok, az mennyire illeszkedik a helyzethez. Tudod, mert nagyon sokszor azt látom, hogy például, mondjuk vegyünk egy egyszerű példát, gyász. Szóval, hogy nincs ember, akit valahol az élete során ne érintene meg ez a téma, ne veszítene el valakit, aki hozzá nagyon közel állt, ne menne keresztül a gyásznak a fájdalmán, szenvedésén. És akkor mit csinál a közösség? Azt mondja neki, hogy most már engedd el, lépjél túl rajta, már most akkor találd meg benne a jót. Ja. És tudod, el kell fogadni, hogy... Emlékezd a régi szép emléket. Hogy nem mindenben van jó. Hát nem. De legalábbis vannak olyan szakaszok, amikor megtörténik a rossz, és akkor nem kell a jót keresni. Akkor éppen a fájdalomnak van az ideje. És ez nagyon fontos, hogy tudjam, hogy most minek van itt az ideje. Mert ha a gyásznak, a fájdalomnak, a szomorúságnak, az elengedésnek, az elengedés gyötrelmének, akkor bizony abban kell maradnom. És akkor ez egy jogos és érvényes érzés, amit ott akkor megélek. Hogyha ez nagyon hosszan elhúzódik, és nem tudnak más érzelmi élmények bejönni, nem tudok még 3 év múlva se boldogságot, felszabadultságot megélni, akkor bizony el kell gondolkodni, már lehet, hogy egy kicsit hamarabb is, és akkor lehet, hogy érdemes egy szakemberhez fordulni, mert hogy tudod, a változás is egy kapcsolaton belül tud el megtörténni. Amikor van valaki, aki ott ül velem szemben, mondjuk egy terapeuta, és meglátja azokat a bizonyos vakfoltjaimat, mert mindannyiunknak vannak vakfoltjai, nekem is, hogy én se ismerem tökéletesen magam, hiszen soha nem látom magam kívülről, és bizony lélek részeimre nem látok rá, arra egy másik ember tud rávilágítani. És akkor ott a terápián keresztül megélem ezt, hogy látható a vakfoltom, megélem az elfogadást, megélem azt, hogy valaki egy másik nézőpontot hoz be, és magában ebben a bizalmi kapcsolatban így elkezd az én személyiségem is alakulni, formálódni, fejlődni, színesedni. Elsajátíthatok akár ezen a terápián keresztül új technikákat, módszereket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk jól együtt lenni mi emberek egymással. Igen, ezzel most azt mondtad, hogy ha valaki kívülről néz ránk és segít megnézni a mi életünk iszonyatos problémáját kívülről, ahol elengedhetjük magunkat, tehát nem kell eljátszani, hogy erősek vagyunk, meg hogy valaki visszaél, mert a terapeuta nem fog visszaélni azzal, amit meghal tőlünk, akkor esetleg kivakarózhatunk ebből az adott lelki állapotunkból, ami padlón tart, vagy a probléma ezzel kettő. Az egyik az, hogy az embereknek nagyon nagy része nem akarja elismerni, hogy neki olyan nagyon, tehát hogy segítségre van szükség. Hát az a férfi, aki állja, tehát hogy az embernek, ha amúgy nem vágták le a karját, nem halálos beteg, akkor tudnia kell bánni a saját magával. Ez az általános megközelítés. A másik az, hogy belátja, el akar menni, és nincs terapeuta. Még ha fizetne, akkor sincsen. Mert hogy hirtelen olyan robbanása lett a Magyarországon az értelmiségieknek nagy része, az rájött erre az igazságra, hogy akkor elmegy, mint a fogorvoshoz, hogy valami bajom van, amiből nem tudok kilábalni, elmegyek hát, hogyha a szakember megoldja. És nem talál terapeutát, illetve talál olyanokat, akik, hogy mondjam csak, intellektuálisan nem tartanak ott. De az emberek nagy részének, akiknek segítségre lenne szükségük, és nem az intellektuális felső 10 000-ről beszélek, azoknak egyáltalán nem jut terapeuta. Nem jut ideggyógyász se a szakrendelőbe, nem? Hát most egy rendszer szintű problémára világítottál rá, amire azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tudom a megoldást. Tehát ez tényleg ez egy állami feladat lenne, hogy a pszichológiai ellátást azt egy kicsit úgy gatyába kellene rázni, mert valóban tömegek szorulnának rá, és tömegek nem jutnak hozzá az ellátáshoz. A gyógyszereshez is, nem hogy egy ilyen hosszan tartó... Futorozkednek, aki köszörüléséről van szó. Igen.
Szóval, hogy... Figyelj, elvileg iskolapszichológus volt, nem tudom, most van-e, de hogy az volt a rendszerben. És akkor egy nevelési tanácsadók voltak, nem tudom. Tehát, hogy egy iskolapszichológusra mondjuk adott esetben 600 gyerek jut, tehát el tudod képzelni, hogy ott mi történik. Tehát, hogy égetően nagy szükség lenne, hiszen azt látjuk, hogy különösen a Covid óta még inkább megsokszorozódott a mindenféle mentális problémákkal küzdő fiataloknak a száma. És azért, hogyha a fiatalokat nézzük, akkor a jövőről beszélünk. De amikor arról beszélünk, hogy tehetetlenség, depresszió, kilátástalanság, kezelhetetlen mértékű szorongás, hogy nem egy olyan esetről hallok, amikor a fiatal egyszerűen 16-17 éves és nem tud kikelni az ágyból. Egyszerűen nem tud magán erőt venni, hogy elmenjen az iskolába. És tudod, hogy tágabb kontextusban érdemes mindig nézni, egy ilyen feje tetejére állt világban, mint amiben ma élünk, persze mindenkorban azt gondoltuk, de hogy itt tényleg a társadalom alapszövedéke sérült az elmúlt időszakban, és a közösségi média és a folyamatos online jelenlét hatására egyszerűen szinte az ember nem tud önmaga lenni, nem tud igazi, élő kapcsolatokat kialakítani, mert mindent átvett a virtuális világnak az uralma, és persze ez nagyon sok minden jót behozott, de közben, mintha így túlburjánzott volna, és szétroncsolta volna ezt a fajta közösséget, meg közelséget, meg tudod, a biztonságnak a legkisebb tere ez. Hogy figyelünk egymásra. Igen, hogy egymással nézzük, az életemnek. Hogy látjuk a másikat. És nagyon gyakran előfordul az, hogy ott van már egy szülő, egy pici baba mellett, és a telefonját nézi. Abszolút. Lekapcsolódik, idegrendszerileg is lekapcsolódik a gyermekről. És a gyerek aki érzi? Hát megérzi a magányosságot. Megérzi azt, hogy a figyelem az most nem rajta van. És képzeld el, hogy nagyon izgalmas, mert hogyha az anyuka vagy apuka, vagy az elsődleges gondozó, most nem az anyukákra akarom tenni a terhet, de az, aki ott van vele, és ott kellene lennie, nem csak fizikailag, hogyha ő csak ott főz, meg pakol, meg nem tudom én, oda-oda néz, akkor a gyerek rendben van. De ha beszűkül a figyelem a képernyőre, a telefon képernyőjére, akkor onnantól kezdve ez a lekapcsolódás megtörténik, és a gyerek megéli a magányosságot. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én ezt megfigyeltem a saját kutyámon, hogy mennyire utálta, hogy telefonon beszélek akkor, amikor sétáltattam. Tehát, hogy kikérte magának. Ezt nem én képzelem, ez így ezt volt. Kutyásként osztom. Valóban az én fülöpöm is, amikor azt látta, hogy na, és így fel-fel nézett. Igen, és elkezdett, rányom, mikor teszed egy, már és egy ponton meg? Túl a kicsi tacskó elkezdett ugatni, és azt mondta, hogy megállt előttem, és ugatott. És azt mondta, hogy ezt tedd el. És akkor el kellett tenni a telefont, és elő kellett venni a labdát, és futkározni kellett, és bohóckodni kellett, mert azt mondta, hogy ez most az én időm. Ez tök érdekes egyébként, hogy a gyerekeknek, a csecsemőknek nincs ennyi életösztönük, hogy kiköveteljék maguknak a figyelmet. De hogy mondok még egy példát, hogy mostanában elkezdtem sportolni, és edző nélkül egyelőre, mert nem tudom, hogy a saját időmet, nem tudom, mennyi lesz a kitartásom, és nézem egy nagy terembe, iszonyú sokan dolgoznak edzőkkel, személyedzőkkel. És képzeld el, hogy a személyedzők 99%-a magasról tesz arra, hogy az ott, ezért, amit mondott, azt csinálja, vagy nyilván látja, hogy csinálja, hanem így telefonál, elnéz a semmibe, és arra gondoltam, hogy milyen vicces ez, hogy azért fizet valaki, hogy a másik, akit megfizet, az elnézzen a semmibe, vagy telefonálgasson. Mert én elhiszem, hogy abban sok élvezet nincs, hogy a 3x12-t megcsinálja, vagy nem csinálja meg az, aki egyébként kifizeti neki az x ezer. De hogy 15 évvel ezelőtt biztos, hogy odafigyelt a személyedző, de biztos. Hát tudod, azért ezek a szilikonvölgyi fiúk azért jól kitalálták ezt, hogy addiktív legyen a telefon. Tehát, hogy egyszerűen nem tudod letenni. Hogy annyira na de akkor miért leszek mégis magányos, ha csak a telefonom marad meg nekem? Tehát miért igényli mégis az ember szervezete az élő húst? Mert akkor így nem lenne senki, aki a magányba betegszik bele, mert lenne neki mobiltelefonja, meg képernyője a számítógépén. Mert ott a függőség, de a függőség nem változtatta meg az évmilliók alatt beíródott szükségletet. Még egyelőre. Még egyelőre. Egyébként erről így elindultak nagyon komoly
beszélgetések, viták, hogy vajon eljön-e az a pont, amikor tényleg felül kell írni minden tudásunkat az emberről. És azt gondolom, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, mert hogy olyan korán kapják már meg a gyerekek ezeket a készülékeket, és annyira hiányzik mellette a kiegyensúlyozó, tényleges humán kapcsolódás, élmény, tapasztalat, érintésről, odafigyelésről, szemkontaktusról, együttlétről, érzelmeknek a megosztásáról, élményeknek a megosztásával kapcsolatosan, és helyette csak a telefon van, hogy ez valószínűleg olyan mély idegrendszeri, strukturális változásokat fog előidézni, legalábbis vannak olyan vélemények, amik ezt vetítik előre, amiknek a következtében át kell majd írnunk mindent, amit gondolunk az emberről. Hogy az már embere még az ember, amikor nem tud kapcsolódni, az egy másik kérdés. Eszembe jutott Elon Musk, akiről hallottam egy történetet, és nem biztos, hogy jól hallottam, mármint, hogy pontosan jegyeztem meg, de hogy neki van 11 gyereke különböző okokból, különböző nőktől. És hogy az egyik talán ikerpár az úgy keletkezett, hogy az a nő, aki az anya lett, az igazából ilyen ivarsejt csere szintjén kapcsolódtak, tehát nem volt semmilyen szexuális viszonyuk egymással, hanem valamiért akart gyereket, tőle akart gyereket, mint tudom én, és a nagymesternek ez ellen nem volt kifogása, és akkor így mesterségesen létrehoztak nagyszerű ikerpárt. Hogy én még azon is gondolkoztam, hogy mert ez felfogásbeli különbség, mert sok mesterségesen létrehozott édes baba, meg ikerpár, meg nem tudom én, van totál kiegyensúlyozott környezetben, de ott a szülők azok egymástól akartak valamit általában. Uh-huh. Hogy ez ilyen egészen más pszichés helyzet, hogy vajon hat-e ez a gyerekre, vagy nem hat? Hát, ha megtudja, biztos, hogy fog sokat gondolkozni rajta. Igen, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van egy személyes mitológiánk. Az a hogy lettem én. És hogy abban benne van az, hogy akartak, vagy nem akartak. Anyakérlek hogy... mesél, de nekem érnek ki. Kondzsuzsa, igen. Így van. És azt gondolom, hogy ez az identitásunk alakításában egy nagyon fontos momentum, hogy mit mesélnek nekünk hogy erről, hogy mi történt. Hogy igen, hogy ez egy nagy szerelmi történet volt, és akkor olyan jó azt meghallgatni újra és újra, hogy lehet, hogy már most gyűlölik egymást, elváltak, de hogy ott az élet elején volt valami. Vagy ez egy, hát egy éjszakás történet volt, de hát te megfogantál, és ez milyen jó vagy. Hát jöttél ugyan, de hát nem tudom én, utána kellett hozzád alakítani az életünket. Szóval, hogy ez így mindenkinek van egy ilyen életkezdő története. Hogy itt mit lehet majd elmesélni, hogy mi volt a motiváció, hogy képzeld el, anya otthon ült, és azt gondolta, hogy... Milyen okos ez az ember? Na, tőle kérek. Nem tudom, erre kíváncsi lennék, hogy majd ezek a gyerekek mit mesélnek felnőve, másoknak, magukról. De Noémi, el tudod képzelni azt, hogy egyébként egy embernek, aki amúgy az élettel nincsen semmi problémája, az meghatározó az életében, vagy a tudatában, hogy mit fejt meg a saját, vagy mit nem fejt meg. Hát azok, akik árvaházból kerülnek nevelőszülőkhöz, hogy az ember olvassa, hogy milyen szenvedélyesen kutatják az őseiket, azt ha megtalálják, az a baj, ha nem találják meg, az a baj, hogy ez mindenkiben egy ilyen alapösztön, ahelyett, hogy örülne az életnek, és elégedett lenne azzal, amit egyébként a sors juttat neki, ha elégedettségre oka van, mert a sors jót juttat neki. De Katja, minden népnek van eredet mítosza, és az egyénnek is kell, hogy legyen egy eredet mítosza. Mi történt? Miért vagyok itt? Szóval, hogy valahogy el kell helyezni magad, akár egy nem igaz, de számodra igazként megélt történeten keresztül ebben a nagy világban, hogy elkezd valami értelmet látni a létezésedben. Szóval ez a csak ide pottyantam, de honnan, miért? Az úgy nehezen megfogható. És ilyenkor azt látom, hogy még a negatív történet, még a nehéz történet, még akár az is, hogy lemondtak rólam, az is egy valami, amihez ki tudok alakítani egy érzelmi viszonyt. A semmi történet, a nem tudom, az ismeretlen történet, az egy nagyon nyomasztó. Igen, és ezért, jött rá? Hogyne. Tehát, hogyha azt szoktuk mondani, hogy még a rossz szülő is jobb, mint a
teljesen eltűnő szülő, mert ott legalább azt tudom mondani, hogy nekem ez fájt, nekem ez rossz volt, engem ő bántott. Tehát, hogy tudok szavakat tenni, és egy történetet kialakítani, míg a nincs, hát az ember, tudod, ez a nincstől az ember horror vakui, a hiánytól való félelem, az nagyon elementáris félelme az embernek évezredek óta. Ez olyan fura, a legrosszabb szülőket szokták bíborba, bársonyba kötni az utódok, tehát, hogy ott a legnagyobb kötődés, meg a szeretet az egyébként oda se bagózó, rettenetes szülők, azok szoktak mert a legjobban ott nem járni. Szűnik a vágy, hogy egyszer csak mégis szeretettel nézzel rá. Ja, hogy ez a megfejtés. Igen. Ó, ezt nem gondoltam végig. Igen. Pedig milyen egyszerű. Igen. És azzal például, hogy a szülő nem jól szeret, nem tud a gyerekre hangolódni, a gyerek mindig önmagát hibáztatja, miattam nem tudott, én nem voltam elég jó. És akkor ez az önbizalom, önbecsülés hiány, ez ugye állandóan ott van, és arra sarkal, hogy mi egyszer már írjuk már felül ezt a hiányt, hogy egyszer szeress meg, egyszer. Nekem volt olyan páciensem, akinek egy ilyen nem szerető anyukája volt. Egy élet szólt arról, hogy csak egyszer nézzen rám szeretettel. És ez olyan szívfájdító volt, tudod, hogy ő egyébként vitte az életét, egy sikeres valaki volt, és hogy minden sikernek a mozgatórugója az volt, hogy egyszer elismerjen az anyám. És mindig mondta neki az anyukája, a testvérét szerette. Nagyon nehéz történet. Hogy ez nem volt rossz. Na de képzeld a testvéred. És azt mondta, egyszer, csak egyszer szóljon rólam. Borzasztó. De ilyet, hogy mondjam, ilyet beképzelni is lehet, nem? Hát beképzelni is lehet, ez ténykérdés. Egyébként ugye soha nem a tényleges események élnek bennünk, hanem ahogy azok leképeződtek. Aha. És lehet, hogy az édesanyja története egészen másról szólna, mondjuk csak egy ilyen elképzelés, hogy lehet, hogy ő azt mondaná, hogy mert a testvérrel, más temperamentummal született a testvér, sokkal könnyebben tudtam kapcsolatot kialakítani. Sokkal több pozitív visszajelzést kaptam tőle, mert azért anyaként is valahol nagyon sérülékenyek vagyunk, tehát hogyha a gyerekemtől nem kapok ölelést, puszit, nem érzem azt, hogy amikor én vigasztalni akarom, akkor ő megvigasztalódik, akkor kialakul bennem egy ilyen csökkent értékűség. Élmény. És hogyha a másik gyerekem pedig megerősít abban, hogy de igenis, és akkor meg, amikor őt ölelem, akkor bújik hozzám, akkor mondja, hogy anyukon mennyire szeretlek, a másik meg olyan magának való, akkor lehet, hogy így eltolódik ez a történet. És akkor, na itt jön be, hogy van a te élményed, és rakjuk már mellé a másikat. Na, erre jó a pszichológus, remélem most megtanulták, mert itt a két nézőpont különbsége. Egyébként meg nekem azt tanította 1500 évvel, aki engem riporteré nevelt, Mester Ákos, hogy ha ez mondjuk az információszerző interjúkra volt, kevésbé jellemző, de mégis minden helyzetre lehet, hogy gondoljam egy pillanatra magamat az ő helyébe. Tehát, hogy úgy kellett felkészülnünk, hogy annyira mindent tudjak, mint hogyha én lennék ő arról a tárgykörről, amiből interjút csináltam, és akkor ki tudtam számítani, hogy milyen helyzetből mi következik, és bele tudtam élni magamat a kérdezetnek a helyébe. És valószínűleg ezt kell csinálni akkor is, hogyha az ember a hétköznapjait kevésbé agresszíven és kevésbé sikertelenül akarja navigálni, nem, hogy próbálja meg a másik ember fejével gondolni azt a helyzetet. Így van, ezért nagyszerű a morénói pszichodráma, hogy ott van ez a szerepcsere, amikor ő csak oda, és akkor gondolj végig, próbáld ki, hogy az anyád székébe, az apád székébe, a testvéred, vagy a haragosod, vagy bárkinek a székébe milyen lehet. Ugye, és ezt szoktuk mondani, hogy jó, hát ne ítéld meg a másikat, amíg nem jártál az ő cipőjébe. De hogy nagyon kevésszer tesszük meg tényleg ezt a lépést, hogy érzelmileg megpróbálom beleélni magam a másiknak a helyzetébe. De mondjuk az érzelemfókuszú párterápia is erről szól, hogy
vizsgáljuk meg, hogy téged mi mozgat tudattalanul, és mint hogyha egy ilyen nagy végtelen jelet képzelnél, az egyik oldala te vagy, a másik oldala a párod, és nézzük meg, hogy egyébként a te viselkedésed neki egy fájdalmas tudattalan pontját hol szúrja meg, és ő azért miért viselkedik úgy, ahogy, és az téged így a tudattalan szinteken miért is bánt annyira, és akkor hogyan hattok így egymásra. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember a saját nézőpontjából kimozogjon, és így elkezdje körüljárni azt a helyzetet, amiben van. Mert egy másik nézőpont színesíti a képet, és a saját, és segít, nem tudom én, a probléma megoldásban akár, a helyzeteknek a rendezésében. Ha csak magamat látom, akkor elveszett a kapcsolat. Egyébként miért félünk a magánytól olyan rohadtul? Mert az egy rettenetes élmény. Azt azért az ember megtanulta az évezredek alatt, hogy ha egyedül van, az egyenlő a halál. Ja, hát ezért. Igen. És ezt látjuk is, hogy... Bezzeg, ilyenkor nálad van evolúció, akkor meg ha azt kérdezem, hogy na de az agressziós segített megmaradni az emberiséget, akkor azt mondod, hogy nem. Biztos, hogy időnként hasznos volt, de én mégis azt gondolom, hogy az ember az egy kapcsolódó lény, és éppen ezért ennyire fájdalmas a magány. Mert olyankor azt érzed, hogy senki nem rezonál rád, és hogy közben meg nagyon tényleg biológiai szükségletünk az, hogy rezonáljanak ránk, hogy figyeljenek ránk. Hogy jelen legyen az életünkben a másik. Mert ha nincs, akkor olyan biokémiai folyamatok indulnak el az embernek a szervezetébe, amik aztán hát egyszer megeszik a testet. Szóval, hogy a magány egy gyilkos. Hát képzeld el, magányügyi minisztert neveztek ki talán 2018-ban, azt hiszem úgy rémlik Nagy-Britániában, de most a japánoknál is. Magányügyi minisztert, mert hogy ez egy ilyen társadalmi szintű probléma. Tehát ez egy nemzetgazdasági jelentőséggel bíró kérdés. Ez marha érdekes, mert ugye a magányügyi miniszter intézkedhetne arról, hogy az emberek, ha az az igényünk, mert ugye ez egy emberi igény, akkor valakivel tudjanak érintkezni. Tehát kvázi küldjenek oda neki valakit, aki segít akár az ebédjét is megfőzni adott esetben, ha már nem képes rá, de legalább beszél vele arról, hogy mi újság volt aznap. Tehát, hogy ezeket az alapigényeket kielégíti. Így is lehet, meg úgy is lehet, hogy egybe tereljük őket valami nagy lakóparkba, mondom, idealizáltan miközben. De vannak őrült jó kezdeményezések. Bölcsödéket, óvodákat építenek idős otthonok mellé. És akkor az idős otthonokba átviszik a gyerekeket. Az idős emberek, akik egyébként csak ott várják, hogy teljen az idő, azt élik meg, hogy miközben a gyerekekre vigyáznak, ott vannak a gyerekek, hogy fontosak, számítanak. Kialakul egy kapcsolat, várják a gyerekeket. És a gyerekek is azt élik meg, hogy lehet, hogy egyébként itt vagyunk 20 és van ránk, nem tudom én, két nevelő, de amikor ott van annyi ember, nagyapa és nagyanya, így van, hogy ez mennyire jó. Mm. Szóval, hogy egyébként vannak megoldások, csak ezeket meg kéne valósítani. És nagyon anyagi igényes. Hát ez nem a spanyol viasz. Aha, de hát ezt nem, ezek szerint Nagy-Britanniában csinálják, Japánban már elkezdtek vele foglalkozni, majd szólok, hogyha Magyarországon hallottam valami ilyesmiről. Magányügyi minisztert kineveznek, igen. Akkor ez igen. Reméljük benne lesz a hírekben. Ez teljesen jó lenne. Még azt akartam gyorsan megbeszélni veled, két dolgot is. Az egyik az, hogy ezek a bizonyos érzelmi befolyásoltságok, ezek a biológiánkra hogy hatnak. Tehát azt már tudjuk, hogy ha az ember nyomorult biológiailag, tehát van valami egészségi baja, hogy akkor az mentálisan is meghatározza a létezését, tehát előbb-utóbb az agyunk és a lelkünk fogjul ejtődik, hogyha fizikailag rosszul vagyunk. De hogyha csak szívből vagyunk rosszul és fejből, akkor azzal a testünket meg tudjuk viselni? Hát nem elválasztható, nincs szív, fej, test külön, hanem ez egy egész nagy összefüggő rendszer.
És ezt lenne jó tudatosítani, hogy itt nem lehet leválasztani, hogy minden, ami a testemmel történik, az hat rám lelkileg. És ahogy érzem magam mentálisan, lelkileg, az hatni fog arra, hogy hogyan működik a testem. Pszichoneuroimmunológia, ez egy létező tudomány, ami pont erről beszél, hogy felejtsük el ezt a Descartes-i különválasztást. Nincsen olyan, nem választható el a test és a lélek egymásra. Ez így egybe van, és folyamatosan együtt működik, és oda-vissza csatolások vannak, és egymásra hatások vannak. Nem is lehetne szeparálni, hogy akkor most mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Képzeld el, találkoztam egy nagyon közeli ismerőssel, akivel egyébként évente egyszer szoktam egy nyaralóhelyen összetalálkozni. Özvegy asszony az illető, és hihetetlenül jól nézett ki, tehát 15 évet fiatalodott, vagy 20-at, miközben más volt kicsit a haja, de nem fogyott le, de mégis úgy nézett ki, mintha le lett volna fogyva, és hát mondom valami elképesztő. Kiderült, hogy egy szerelmes. Új szerelem van a háttérben, kapcsolat van a háttérben, és én még nem láttam soha életemben valaki fizikailag egy ekkora változást egy érzelemtől. És hát nem egy 10 évesről beszélünk. A szerelem bármilyen korban megtalálhat, és a legnagyobb vitalizáló élmény. Hát ott rögtön elkezded magad úgy érezni, hogy, és ezért ugye, amikor arról beszélünk, hogy hát mi lehet az ellenszer, hát ez egy olyan kapcsolat, amiben ragyogó tekintettel néznek rád, amiben fontos vagy, és valóban így ránézel egy szerelmes emberre, és azt mondod, hogy atyaék, mit csinált vele? Eszembe se jutott egyébként, hogy szerelem van a háttérben, hanem elmesélte odáig, de hogy mi történt, hány kilót fogyott, mit... Na mindegy, csak mondom, hogy igen, a szerelem az milyen fantasztikus. Ám de, ezelőtt néhány évvel történet, találkoztam egy volt kolléganőmmel, aki mit tudom én, 7 év kihagyással nem látta, alig ismertem meg, annyira jól nézett ki, de nem azért, nagyon jó ruha is volt rajta, ami korábban nem jellemezte se az ízlés, se az, hogy jó minőségű holmit vett volna magának, értelmiségi volt, tehát hogy éppen vehetett volna. Egy parkolóban találkozott, más volt a tartása, máshogy beszélt velem. Kiderült, hogy ez egy mondjuk viszonylag régi történet, mondta neki, mesélte nekem, hogy mi történt vele, kérdeztem, hogy hol dolgozik, és mondja, hogy hát most már konkrétan nem dolgozik sehol, mert annyi intéznivaló van az ügyvédeke. Ugyanis az édesapja mindig azt mondta nekik a tesójával, hogy miénk fél Hargita megye, miénk volt. És most kiderült, hogy tényleg mondta, és hát neki most el kell intéznie azt, hogy... És pusztán a gazdagság az, hogy neki a jószággal bánnivalója támadt, és egy kapitálisan más élethelyzetbe került, hát az is testtartást váltott, beszédmódot váltott, a ruha legkevesebb ebben az egészben, hanem hogy egy másik emberré tette a pénzt, tehát nem csak arról van szó, hogy az emberek közti kapcsolat hát tesz valakit másmilyenné. Meg hát ez egy jóvátétel volt, ugye? Igen. Hogy ez folyamatosan... Hát te ezt... mindenben megtalálod a megfejti, értem. Hogy volt egy áldozati identitás, hogy mindent volt, elvettek igen. Tőlünk, azt ugye adta tovább a gyerekeknek, ők abban nőttek fel, hogy hát milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy ezt elvettek tőlünk, mindent pedig milyen szép és volt. És ebben nőttek fel, azért volt ő egy ilyen... És megjött, így van, és akkor egyszer csak megtörtént a jóvátétel, és az az egész identitását át tudta billentani. És akkor itt jön a te igazad, hogy ez ilyen transzgenerációs mozgás ide-oda, mert hogy a papa már sehol nem volt szegény, ő nem érte meg ezt az egészet. Igen, de a papának az emléke, tehát hogy tudod, ez úgy van, hogy aki meghal, nem hal meg. Mert bennünk hát a hozzáfűződő viszony, az tovább él. Tehát hogy az, hogy ez megtörténhetett, a hölgynek az édesapjához meglévő viszonyát is megváltoztatta. Mert biztos vagyok benne, hogy volt olyan, amikor azt mondta, hogy látod, apa, megvan, megcsináltam, megszerzem, uh-huh. megóvom, felépítem, helyrehozom. Mm. És elkezdett másképp viselkedni, és másik ember lett belőle. Hát célja, hát feladata lett. Igen. Uh-huh. Hát ez teljesen érdekes. Na, és akkor még az utolsó, amit szóba akartam hozni, hogy az utóbbi éveknek a divatja, ez a My Heritage, az én örökségem című őrület, amikor beküldesz egy kis nyálszerűséget valahova, és akkor nem tudom, $100 hetenként 4 unokatestvéred lesz Honolulutól, Új-Zélandig, mindenhonnan jönnek a
az elvéletileg veled közös 1% genetikai anyagot hordozó emberek. Ennek te milyen jelentőséget tulajdonítasz? Ennek én azt látom ebben, marhaságnak, vagy nem marhaságnak? Hogy én ennek egyébként nagyon örülök, persze itt felvetődnek mindenféle ilyen összeesküvés elméletek, hogy kiről milyen információkat tudnak meg ezzel. Ja, hogyha odaadom a kis genetikai adagomat, és már... Igen, de közben én azt látom, hogy ebben az embernek a törekvése nyilvánul meg, hogy kapcsolódjon, hogy tudja, hogy kikkel áll szoros rokonságban, vagy kevésbé szoros rokonságban, de hogy ki az én nemzetségem, ki az én klánom. Hát az ember ilyen társas lény, a klányát akarja magához közel tudni. Annyira vicces, mert mit kezdek azzal, hogy 13% észak-angliai izé van bennem, genetikai anyag van bennem? Hát elkezdesz rajta gondolkodni. Hát elkezdtem. Hogy történt, mint történt, honnan jöttek, mint jöttek. Szóval, hogy így azt a kis puzzle-t, amit te vagy, így színesítik ezek az információk. Aha, igen. Hát ez az igazság, színesítik, de olyan sok kezdeni való nincs vele, mint ahogy a honolulu unokatesommal se. De negyed ízidleni, vagy nem tudom én. Lehet, hogy valakinek meg ez lesz, hogy ezen keresztül talál majd egy olyan kapcsolatot, ami függetlenül attól, hogy most ez hány százalékos rokonságot jelent, de mégis egymásra talál két ember, mert rájönnek, hogy értik egymást, hogy jókat tudnak beszélgetni, és lesz egy megtartó kapcsolat az életében. Tehát, hogy erre jó ez. Abszolút. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy, én köszönöm a hogy elfelejtettük a szabad akaratot szóba hozni, de azért szerintem azon kívül, hogy most azzal folytattad, tehát az öröklő sorsból a szabad akarat, az többé-kevésbé kisegített minket, ugye? Igen, én is azt gondolom, mert a szabad akarat azt gondolom, hogy pszichológiai értelemben, vagy az én megközelítésemben, az nem más, mint a traumáknak, a hiányoknak a megdolgozása. És ez mindenkinek rendelkezésre áll. Ez mindenkinek. Csak a pszichológus ne keressenek hozzá, az nincs. Köszönöm szépen, nagyon, gyere máskor köszönöm. Is. Heti Égbüfé lesz a jövő héten, és nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra.